A Krónikák második könyve, 28. rész. Áház istentelen uralkodása. Húsz éves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatja Dávid, amit helyesnek lát az úr, hanem Izrael királyainak az útján járt, sőt, Isten szobrokat is csináltatott a baloknak. Tömjénezett a Benhinnum völgyben, és még a fiait is elégette áldozatul azoknak a népeknek az utánatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az úr Izrael fiai elől. Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden zöldellő fa alatt. Izrael és Arám áház ellen támad. Ezért Arám királyának a kezébe adta őt istene, az úr. Megverték, sok foglyot hurcoltak el tőle, és Damaszkuszba vitték őket. Izrael királyának is a kezébe került, és az is nagy vereséget mért rá. Pekah, Remaljá fia ugyanis levágott Júdában egyetlen nap alatt 120 ezer embert, akik mind bátor harcosok voltak, de elhagyták őseik Istenét az urat. Zikri, egy Efraimi vitéz pedig meggyilkolta ma a király fiát, Azrikámot, a palota felügyelőjét, és Elkánát, a király helyettesét az izraeliek fogságba vittek honfitársaik közül 200 asszonyt, fiút és leányt. Gazdag zsákmányt is szereztek tőlük, és a zsákmányt elvitték Samáriába. De volt ott az úrnak egy profétája, név szerint Ódéd, ez kiment a Samáriához érkező sereg elé, és ezt mondta. Őseitek istene az úr haragra gerjett Júda ellen, és a kezetekbe adta őket, ti pedig sokat levágtatok közülük egetverő indulatotokban. Ezért most azt gondoljátok, hogy leigázhatjátok a júdaiakat és a jeruzsálemieket, hogy a rabszolgáitok és a rabszolganőitek legyenek, pedig vétkesekké teszitek magatokat ezzel istenetek az Úr előtt. Azért most hallgassatok rám, engedjétek vissza a honfitársaitok közül ejtett foglyokat, különben az Úr izzó haragja fordul ellenetek akkor előállt néhány Efraimi főember, Azarjá, Jóhánán fia, Berekjá, Mesillémót fia, Jehiszkíjá, Sallun fia, és Amászá, Hadlaj fia azokkal szemben, akik a hadjáratból jöttek, és ezt mondták nekik. Ne hozzátok ide a foglyokat, mert amit ti akartok, az a mi vétkünk lesz az úr előtt, és a mi bűneinket és vétkeinket szaporítja, pedig úgy is sok a vétkünk, és az úr izzó haragja fenyegeti Izraelt. Ott hagyták azért a fegyveresek a foglyokat és a zsákmányt a vezető emberek és az egész gyülekezet előtt. Ekkor a fent nevezett férfiak előálltak és gondjaikba vették a foglyokat, a meszteleneket mind felöltöztették a zsákmányból, ruhát és sarut, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. A gyengéket szamarakon szállították, és elvitték őket honfitársaikhoz Jerikóba, a Pálmák városába, azután visszatértek Samáriába. Áház segítséget kér Asszíriától. Abban az időben követeket küldött Áház király Asszíria királyához, hogy segítse meg őt. Még az edómiak is betörtek, megverték Júdát és foglyokat ejtettek, a filiszteusok pedig a Sefélá alföld városaiban és Júda déli tartományában fosztogattak. Elfoglalták Bécsemest, Ajánlont, Gedérótot, Szókót és falvait, Timnát és falvait gimzót és falvait, és odatelepültek. települtek. Bizony megalázta Júdát az úr Áház júdai király miatt, mert támogatta az erkölcstelenséget Júdában, és mert az úr ellen egyre több hűtlenséget követett el. Rátört azért Tiglat Pileszer, Asszíria királya, és megostromolta a helyet, hogy támogatta volna. Mert Áház kifosztotta ugyanaz úrházát, és a király meg a vezető emberek palotáját, és Asszíria királyának adta, de ez sem segített rajta. De Áhász király nyomorúsága idején sem hagyott fel hűtlenségével az úr iránt. Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt, de ezt mondta, mivel Arám királyait megsegítik isteneik, ezért nekik áldozom, és így majd engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását és egész Izraelét is összeszedte Áház Isten házának a fölszerelését, és összetörette Isten házának a fölszerelését, az úrháza ajtóit pedig bezáratta. Azután oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben minden utcasarkon. Júda minden egyes városában áldozóhalmokat csináltatott, és más isteneknek tömjénezett. Így bosszantotta ősei istenét az urat. Áház halála egyéb dolgai és egész életútja elejétől a végéig megvan írva a Júda és Izrael királyairól szóló könyvben. Azután Áhász pihenni tért őseihez, és eltemették őt a fővárosban, Jeruzsálemben, de nem Izrael királyainak a temetőjébe vitték. Utána a fia Ezékiás lett a király.